Az első fotók, az első pillanatok, az első mozdulatok a Ferencváros játékosaként. A montenegrói válogatott Itina Grbić a Budućnost Podgoricától érkezett bajnokcsapatunkhoz, és már alig várja, hogy pályára lépjen a Fradiban. Well, I must say that before this I was a lot of time here, so I play against FTC and also I came with my best friend on vacation in Budapest, so I really like town a lot. I came last night, so I didn't meet all the girls, but I know more or less all of them. I know the coach. I play a lot against them. So I'm really honored and happy to be here, to be part of this big family. And also, I'm very excited to start with the game. So I will have a chance to meet, I can say, the best fans in Europe. When you look on the side, Ferencváros looks really like a big family. It's always some good energy when I come here, so I was really excited to come here, and I think that Ferencváros is in top 5 clubs in Europe, and because of the very strong league. So yes, I think that I can just adapt myself as a player here and that I can grow. I came in the last second, so I will need a help. They will help me and I will help them, of course, to achieve all our goals. So yes, I'm really looking forward to achieve all the goals, first in the league and then also in the Champions League. Új szerzeményünk már a hétvégén bemutatkozhat a Ferencvárosban, hiszen pénteken a csapattal együtt elutazik Nagyváradra, ahol felkészülési tornán szerepel Elek Gábor együttese. Pénteken 18 órától a Baia Mare, míg szombaton 15 órától a Cseszeme Bukarest lesz a mieink ellenfele. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem az erőt, mitől minden beérik. A kis országot, hol együtt sokra megyünk. A frissességet, amitől büszkeség dagasztja keblünk. Új utakat, irányokat. A polcok bőségét. Azt, hogy itt otthon vagyok. Nekünk a hazai gazdaságot jelenti. Miért a szívünk dobban? Lidl, minden jót, jó áron.